Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A magyar választók egyértelmű felhatalmazása alapján a nemzeti kormány célja változatlanul Magyarország és a magyar emberek biztonságának védelme. A 2019. évi költségvetés, amelyet most a választás évében is nyár elején nyújtott be a kormány az országgyűlés elé, Magyarország biztonságos növekedésének feltételeit teremti meg. A törvényjavaslat kidolgozása során a biztonság megőrzését, a családok és a gyermekvállalás támogatását, a gazdaság növekedési ütemének fenntartását és a teljes foglalkoztatás elérését tartottuk szem előtt. Ezek a lépések szolgálják leginkább az ország, a gazdaság érdekeit, az emberek előrejutását és életminőségének javulását. Ugyanakkor az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is tartjuk a szigorú és fegyelmezett költségvetési politikát. Ez biztosítja, hogy elérjük kitűzött céljainkat, miközben tovább tudjuk csökkenteni az államadósság szintjét, ami az adósság szerkezetének folyamatos javításával együtt tovább mérsékli hazánk külső sérülékenységét. A költségvetés összeállítása során tekintettel kell lennünk arra is, hogy a világgazdaságban, illetve az eurozónában olyan folyamatok vannak jelen, amelyek adott esetben válságba fordulhatnak, és így hátrányosan érinthetik a magyar gazdaságot is. Ezért a költségvetés tervezésekor az eddigieknél is nagyobb óvatossággal jártunk el. 2019-ben mind az általános tartalék, mind a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék összege másfélszeresére emelkedik. Tisztelt Országgyűlés! A következő évek egyik legnagyobb kihívása a biztonság megteremtése és megerősítése, egyrészt az Európát sújtó bevándorlás és azzal járó terrorveszély következtében, másrészt az eurozónában és a világgazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok miatt. A magyar emberek védelme és biztonságuk megőrzése érdekében a nemzeti kormány továbbra is kiáll a bevándorlás elősegítése helyett határaink védelme és a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett. A kormány erőteljes fellépésének eredménye, hogy Magyarországot jelenleg is a világ legbiztonságosabb országai között tartják számon. A külső környezetből fakadó kihívások kezelése és a pénzügyi kockázatok kivédése érdekében a kormány továbbra is olyan gazdaság és társadalompolitikát folytat, amely biztosítja hazánkban a stabilitást és a kiszámíthatóságot, és lehetővé teszi az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedési ütem fenntartását. Magyarország ma már nemzetközi téren is elismert gazdasági teljesítménye megalapozza, hogy jövőre is több forrást tudjunk biztosítani a magyar családok előrejutására és a gyermekvállalás támogatására, a foglalkoztatás bővítésére, az időskori biztonság megteremtésére, a nemzeti identitás megőrzésére, határaink védelmére és nem utolsó sorban a gazdaság fejlesztésére. Mindehhez biztos keretet teremt a jövő évi költségvetés. Tisztelt Ház, tisztelt képviselőtársaim! A 2019. évi költségvetés tehát a biztonságos növekedés költségvetése, amelynek alapjául az elmúlt évek pénzügyi és gazdaságpolitikai eredményei szolgálnak. A 2013-as növekedési fordulatot követően a magyar gazdaság az elmúlt 4 évben lendületesen átlagosan 3,6%-os ütemben, ezen belül 2017-ben kiugróan magas mértékben 4%-kal bővült. A magyar gazdaság teljesítménye felülmúlta az újonnan csatlakozott tagállamok többségét, és egyben jelentősen meghaladta az uniós átlagot is. Ennek eredményeként gyorsult hazánk felzárkózása, és ez reméljük a következő években is így lesz. A gazdaság teljesítményének fenntarthatóságát jelzi ugyanakkor, hogy a pénzügyi és gazdasági folyamatok is kedvezőek, a költségvetési hiány tartósan alacsony szinten van, miközben minden ágazat támogatása érdemben növekedett. Fontos tény az is, hogy az államadósság minden évben csökken, vagyis a gazdasági bővülést, ellentétben a 2008 előtti évekkel, nem a túlzott hitelfelvétel generálja. Emlékezzünk vissza arra, hogy nem csak a hitelfelvétel, hanem a privatizáció is szolgálta azt, ami 2008 előtt történt, mégis gazdasági csőd lett a vége. Mindezek mellett továbbra is kiemelt célunk a segély helyett munkát elv
további érvényesítése. Tisztelt Ház, hadd szóljak néhány szót a foglalkoztatáspolitikai eredményekről. 2017 végére a munkanélküliségi ráta 3,8%-ra csökkent, és a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,4 milliót. A rendszerváltozás óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon. 2010-hez képest 750 ezer emberrel többnek van munkája hazánkban. Eddigi gazdasági eredményeinknek köszönhető, hogy az előttünk álló feladat a hatékonyság és a versenyképesség emelése. Ezekhez a folyamatokhoz pedig a gazdaság teljesítményének növekedése mellett emelkedő munkabérek kapcsolódnak. Ebből a szempontból is kedvező, hogy a dinamikus bérnövekedésnek és a mérsékelt inflációnak köszönhetően 2017-ben a reálbérek 10,3%-kal nőttek. Már látható, hogy 2018-ban is folytatódik a keresetek kétszámjegyű emelkedése, amelynek eredményeként a nettó reálbérek 63 hónapja nőnek töretlenül. A magasabb keresetek kedvezően hatnak az országon belüli mobilitásra, és csökkentik a külföldi munkavállalás vonzerejét. Számításaink szerint a reálbérek 2018-ban és 2019-ben is emelkedni fognak. Ennek egyik alapja nyilván az volt, hogy 2016. novemberében megállapodást írtunk alá a szociális partnerekkel, erről majd később még szólni fogok. Ez a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra való visszatérése is ösztönzőleg hat, ami a gazdaság munkaerő tartalékának áramlását segíti elő. Ezen túlmenően az Európai Unióban legalacsonyabbnak számító 9%-os társasági adókulcs is érdemben járult hozzá, hogy 2017 során több mint 8200 milliárd forint értékű fejlesztés valósuljon meg Magyarországon. Ennek eredményeként éves összevetésben a beruházási aktivitás 17%-kal bővült 2017 során. A beruházások terén 2018-ban és 2019-ben is folytatódik a növekedési dinamika, melyet a 4000 milliárd forint értékű fejlesztés is támogat. Ennyit tartalmaz az önök számára beterjesztett költségvetés. A gazdaság erősödése kézzelfogható. Mindenki által megtapasztalható, hiszen több pénz marad az embereknél, ami a kiskereskedelmi forgalom közel 5 éve, egészen pontosan 59 hónapja tartó bővülésében is megjelenik. Az elért eredmények, a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás fenntartásának kulcsa a felelős és előrelátó konzervatív tervezés. Tisztelt képviselőtársaim! A nemzetközi környezet kihívásait is figyelembe véve 2019-re a kormány 4,1%-os bruttó hazai termék bővülés és 2,7%-os infláció mellett 1,8%-os hiánycél tervez, ami az idei hiánycélhoz képest is 0,6%-ponttal alacsonyabb. A kormány számításai szerint 1,7%-os strukturális egyenleg pedig olyan szerkezetet tükröz, amely a középtávon elvárt 1,5%-os értéket közelíti, és ezen értéket 2020-ra is elérjük. Szóval azt tudom önöknek mondani, hogy csak a beruházások érdekében vállalunk hiányt, egyébként a működése a magyar államnak nullszaldós, azaz a bevételek és a kiadások fedezik egymást. Az államadósság bruttó hazai termék arányos mérséklődése jövőre is folytatódik. Az uniós módszertan szerinti adósság mutató 69,6%-ra csökkenhet. Emlékeztetném önöket, hogy ez a mutató még 80% fölött volt 2010-ben, most 70% alá csökken az adósság szintünk. 2017-ben ez a mutató már 73,6% volt, a választási ciklus végére pedig, tehát 2022-re 60% alá kívánja mérsékelni a kormány ezt az adósság szintet. Az ország biztonságát garantálja, hogy amint már említettem, a kormány előrelátóan tervez, 2019-ben mind az általános tartalék, mind a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék elemek összege a 1,5-szeresére emelkedik az idei évhez képest. A megemelt tartalékok biztosítják, hogy a kedvezőtlen pénzpiaci folyamatok és a reálgazdasági események ne befolyásolják a 2019. évi adóintézkedéseket,
a hiány és az adósság csökkenés teljesíthetőségét. A stabilitást erősíti az is, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az állam, ahogy említettem, nulla adósan működik, a befolyt bevételekből biztosítja a működését. Deficit a gazdaság versenyképességének javítása, valamint a bővülési potenciál fenntartása érdekében csak a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódik. Emellett a költségvetés központi arrendszerét tekintve jövőre is számos szakpolitikai területnek jut többletforrás az előző évekhez képest. Oktatásra 15 milliárd forinttal, egészségügyre 101 milliárd forinttal, közbiztonságra és honvédelemre 156 milliárd forinttal költ többet majd 2019-ben az ország, mint idén, amennyiben a parlament ezt elfogadja. Ez utóbbival kapcsolatban kívánom elmondani, hogy a 2015-ben Európát és Magyarországot elért, korábban soha nem látott migrációs hullám kivédése, a magyar emberek és az Európai Unió határainak védelme érdekében már eddig is számos intézkedést hozott a kormány. Ezek a lépések azóta is biztosítják, hogy ellenőrizetlenül egyetlen személy se léphessen be az országba. A tömeges bevándorlás kezelésére és a terrorellenes intézkedésekre 2019-ben az előző években megkezdett fejlesztések forrásain felül 40 milliárd forintos elkülönített keret szolgálja Magyarország biztonságát. A honvédség modernizálását is célozza, hogy 2024-re a bruttó hazai termék arányában 2018-hoz képest megduplázódnak, nominálisan pedig háromszorosára nőnek a honvédelemre szánt költségvetési források, NATO kötelezettségeinket tehát tudjuk teljesíteni. Tisztelt Ház! A magyar emberek biztonságának megteremtése mellett a nemzeti kormány eddig is számos intézkedéssel segítette a családok élethelyzetének javítását és ösztönözte a gyermekvállalást. Ezt a bevált rendszert erősíti tovább a jövő évi költségvetés is. A családok támogatására szánt forrás 2019-ben meghaladja a 2000 milliárd forintot. Az Európában is kedvező 15%-os személyi jövedelemadó kulcsnak és az egyedülálló családi adórendszernek köszönhetően 2016-hoz képest mára mintegy 1 millió család gazdálkodhat több pénzből. A családi kedvezmény növelésének negyedik ütemeként havi 40 ezer forintra nő a két gyermekes családok adókedvezménye, évi összesen 480 ezer forint kedvezményt biztosítva ezzel. Egyébként ez az intézkedés több mint 350 ezer családot fog érinteni Magyarországon. Az első házasok családalapításuk támogatására továbbra is számíthatnak adókedvezményre, valamint megmarad a gyes és a gyerekstra, emellett a bölcsődei férőhelyek bővítésével segíti a kormány a szülőket a munkavállalásuk könnyítésében, biztosítja a színvonalas gyermekétkeztetést a bölcsődétől az iskoláig, valamint a rászoruló gyermekeknek már az iskolai szünidőkben is a legalább napi egyszeri meleg étkezést. Mindemellett a rászoruló családokat támogatja az elsőtől a 9. évfolyamos diákig beterjesztően ingyenes tankönyvellátásnak a biztosítása is. Nem csak a családok, hanem mindenki számára kedvező, hogy 2019-től a friss tejhez hasonlóan valamennyi tej áfája 5%-ra csökken, emellett 20 ezer forintig a lakossági átutalások mentesülnek a pénzügyi tranzakciós illeték alól. Itt emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt években az alapvető termékek köréből a sertéshús, a csirke, a hal, a tojás, a friss tej áfája már 5%-ra csökkent, ez fog most bővülni azzal, hogy más tejtermékekre is kiterjesztjük az áfa kedvezményes kulcsát. A családbarát Magyarország építése és a családi értékek védelme érdekében hozott intézkedések támogatják a demográfiai célkitűzések megvalósulását, hozzájárulnak a jövő generációjának egészséges fejlődéséhez, valamint javítják a családok életminőségét is. Tisztelt képviselőtársaim! Magyarország pozitív teljesítménye a családok támogatása mellett megalapozza a munkából élők helyzetének további javítását, a munkahelyteremtés ösztönzését is. Mint ahogyan az önök előtt is ismert, a nemzeti kormány
a munkaalapú gazdaság megteremtését tűzte ki célul 2010-ben. Ennek megfelelően a kormány 2010 óta jelentős lépéseket tett és tesz 2019-ben is, azért, hogy aki többet dolgozik, többet is vihessen haza. Ahogy arról már szóltam, a tavaly életbe lépett 6 éves adó- és bérmegállapodásnak köszönhetően Európában az egyik legalacsonyabb szintre, 9%-ra csökkent a társasági adó kulcsa, miközben 2017-től a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal emelkedett. Idén a minimálbér további 8%-kal, míg a garantált bérminimum újabb 12%-kal nőtt. A szociális hozzájárulási adó 2 lépcsőben összesen 7,5%-ponttal, 27-ről 19,5%-ra csökkent. A bérmegállapodás 2019-ben is elősegíti az adóterhek csökkentését, mivel jelenleg a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó a reálkereset alakulásának függvényében további 2%-ponttal csökkenhet. Tehát az a célunk, hogy a 6 éves bérmegállapodást folytassuk, és jövőre 17,5%-ra csökkenjen ennek a kulcsnak a mértéke. A kormány kiemelten fontosnak tartja a nyugdíj mellett a munkát vállalók munkaerőpiaci pozíciójának megerősítését, a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatását is. Az idős munkavállalók foglalkoztatásának megkönnyítését célozza, hogy a nyugdíj melletti jövedelmek 2019-től nem viselnek szociális, hozzájárulási adó és járulékterheket. Tehát ez azt jelenti, hogy az a nyugdíjas honfitársunk, aki munkát kíván vállalni majd a következő évtől, az csak az eszélyát kell, hogy megfizesse, sem a munkáltatót, sem őt más egyéb közteher egyébként nem fogja terhelni. A rendszer hasonló lesz egyébként, mint a nyugdíjas szövetkezetek esetében. Tisztelt Ház! A kormány kiemelt figyelmet fordít a vállalatok növekedésének, beruházásainak ösztönzésére is. Ennek érdekében 2019-től jelentősen bővíti a társasági adóból igénybe vehető beruházási kedvezményeket. A vállalatok 500 millió forint helyett évente 10 milliárd forint összegig képezhetnek adómentes fejlesztési tartalékot jövőbeni beruházásaikra. Emellett enyhülnek a startup vállalkozásba történő befektetések után érvényesíthető kedvezmény igénybevételi korláta is. A kisvállalkozások növekedésének elősegítése érdekében a kisvállalati adó belépési korlátja 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedik, és az adózó mindaddig az adónem alanya maradhat, míg bevételei meg nem haladják a 3 milliárd forintot. Az adórendszer egyszerűsítése és átláthatóságának javítása 2019-ben is fontos kormányzati cél. Ennek megfelelően 2019-től új, önálló, szociális hozzájárulási adótörvény lép életbe. Az új szabályozás lefedi a korábban egészségügyi hozzájárulást viselő jövedelmeket is, így ez az adónem megszűnik. Egyúttal sor kerül az adónem kedvezményeinek újragondolására is. Az egészségügyi hozzájárulás mellett a kulturális adó és a baleseti adó is megszűnik, mely utóbbi megszűnését a biztosítási adó átalakítása teszi lehetővé. A jövőben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szolgáltatás adóztatása a biztosítási adó keretén belül valósul meg, és ezzel együtt az adó mértéke is csökken. Tisztelt Országgyűlés! Tovább folytatódnak a közszolgálati dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének növelése érdekében tett lépések, az életpálya és bérrendezési programok. Új elemként jelenik meg az önkormányzati köztisztviselők és kormánytisztviselők életpályája, amelyhez a jogszabályi háttér kidolgozására ősszel kerül sor. A jövő évi költségvetés a kormánytisztviselők esetében, a kormány döntésének függvényében béremelkedést tesz lehetővé, továbbá az önkormányzati tisztviselőknél is megteremti az illetménynövelés lehetőségét. 2019-ben újabb 5%-kal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése, elérve ezzel a 2015-höz képest az átlagosan 50%-os növekedést.
Az egészségügyi szakdolgozók esetében a 2016-ban indult több lépcsős béremelés részeként 2019. novemberétől további 8%-os emelésre kerül sor. A költségvetés fedezetet nyújt valamennyi a korábbi években már megvalósult intézkedés további viteléhez is. A nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülésére is kiemelt figyelmet fordít a kormány. Célunk az, hogy az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek. Ezért a kormány 2010-ben tett ígéretének megfelelően 2011 és 2017 között átlagosan több mint 26%-kal emelte a nyugdíjakat, amelyek vásárlóereje a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően mintegy 10%-kal javult. Amennyiben a jövő évben az infláció meghaladná a megvalósított nyugdíjemelés mértékét, a nyugdíjasok természetesen számíthatnak arra, hogy a különbözetet a kormány, ahogy eddig is, ezután is kiegyenlíti. Az elmúlt években persze nem ez volt a jellemző, hanem egy reálérték fölötti növekedés is. Emellett a várható gazdasági teljesítményből adódóan minden remény megvan arra is, hogy 2019-ben is lehetőség nyílik a nyugdíjprémium kifizetésére. A nők családban betöltött szerepére is megkülönböztetett figyelmet fordít a kormány. Ezért változatlanul biztosítja a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevételének lehetőségét, illetve ennek fedezetét. Tisztelt Országgyűlés! A kormány a 2014-2020-as ciklusra a hazánkat jogosan megillető Európai Uniós források célzottabb és még hatékonyabb felhasználását tűzte ki célul. Míg 2018-ban az volt az elsődleges cél, hogy az uniós források teljes összege kötelezettségvállalással lekötésre és nagy arányban kifizetésre kerüljön, addig 2019-ben a hangsúly ezeknek a projekteknek a megvalósítására helyeződik át. Költségvetési szempontból cél az, hogy 2019-ben az uniós támogatások Európai Bizottságtól való lehívása is fokozottabban haladjon előre. A strukturális, a vidékfejlesztési és a halászati, valamint az egyéb uniós, például közlekedési infrastruktúrafejlesztést támogató európai hálózatfinanszírozási eszköz forrásait felhasználó támogatásokon keresztül összesen közel 2000 milliárd forintot tervezünk kifizetni. A már korábban megszületett döntésnek megfelelően a rendelkezésre álló összegek 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítjuk. Ebben nincs változás, nem is lehet, hiszen elértük azt, hogy valamennyi pályázat kiírásra került, tehát mindenki tisztában lehet azzal, hogy uniós forrásokat milyen célokra kívánunk felhasználni, ennek az elsődleges iránya pedig továbbra is a gazdaságfejlesztés. Ez érdemben segíti elő a gazdaság növekedését, a megvalósuló beruházásokon, a foglalkoztatottság bővülésén és a versenyképesség emelésén keresztül. Emellett jelentős források jutnak az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztéseire, a társadalmi felzárkózást elősegítő programokra, valamint a közigazgatási és közszolgáltatási infrastruktúra modernizálására is. A visszanent érintendő támogatások mellett a korábbi pénzügyi időszakhoz képest már nagyobb szerephez jutnak azok a pénzügyi eszközök, amelyek többször kihelyezhetők. Ezek hosszú távon tudnak biztos finanszírozást nyújtani a vállalkozások fejlesztéseihez. Mindezek mellett említést érdemelnek azok az uniós támogatások is, melyek ugyan nem jelennek meg a hazai költségvetésben, azonban az agrárpiaci és közvetlen termelő támogatások formájában 423 milliárdos forrást jelentenek a vidék Magyarországa számára. Tisztelt Ház! Amint azt már említettem, az elkövetkező évek gazdaságpolitikájának legfontosabb feladata a magyar gazdaság versenyképességének emelése. Olyan feladat ez, amely összeköti azokat a lépéseket, amelyeket például az innováció támogatása, a béremelések, a szakképzés fejlesztése és nem utolsó sorban a beruházások támogatása terén teszünk. Ehhez kapcsolódik, hogy jövőre jelentős összeget, mintegy 4000 milliárd forintot fordítunk a fejlesztések finanszírozására. Ezek között olyan beruházások és programok szerepelnek, mint például Pest megyei fejlesztések,
az Irinyi terv iparstratégiai támogatásai, az Ipar 4.0 program intézkedései, a digitális infrastruktúra fejlesztése, az egészségügy területét érintő beruházások megvalósítása, fővárosi és Pest megyei egészségügyi ellátás fejlesztése, jó néhány szakrendelő felújítása, építése, kórház felújítások és az oktatás területén megvalósuló beruházások támogatása. Tisztelt Ház, engedjék meg, hogy hadd szóljak néhány mondatot az önkormányzatok finanszírozásáról. Az önkormányzatok finanszírozásához szükséges központi költségvetési források jövőre is rendelkezésre állnak, továbbra is azon alapelvek mentén, melyek között többek között a családok támogatását és az életszínvonal növelését szolgálják. A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere jövőre is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladat alapú támogatási rendszerre épül. Mivel a 6 éves adó- és bérmegállapodás az önkormányzatokat is érinti, a kormány a megnövekedett bérek kifizetéséhez költségvetési támogatást nyújt. A 2017. és 2018. évi minimálbér és a garantált bér minimum emeléséből adódó illetménynövekedéshez kapcsolódó támogatásokat a 2019. évi költségvetési törvényjavaslat tartalmazza. A gazdasági és társadalmi felzárkóztatáshoz elengedhetetlen a vidéki települések támogatása. Így az uniós források mellett egyre több hazai forrást bocsájtunk rendelkezésre fejlesztési célokra. Ennek jegyében a kormány 2019-ben is támogatja a gyermekétkeztetést biztosító konyhák, étkezők, valamint bölcsödék, mini bölcsödék fejlesztését és a további önkormányzati feladatok megvalósítását. A gyermekétkeztetés önkormányzati ellátása a 2019. évben is követi a már kijelölt irányvonalat. A működési és fejlesztési források folyamatos bővülése meghozta a kívánt eredményeket. Egyre több fejlett infrastruktúrával rendelkező konyha biztosítja az egészséges táplálkozást a gyermekek számára. Tavaly jelentős többletforrást juttattunk az átalakuló bölcsödei rendszer működésére, 2017-től ugyanis a kisebb településeken is kötelezővé vált a kisgyermekek napközbeni ellátása, amennyiben arra igény van, és ez igaz is egészségére. A nők munkaerőpiaci részvételének növelése érdekében 2019-ben is folytatódik az intézményrendszer strukturális átalakítása. Ennek köszönhetően az új rugalmas feladatellátás egy megújult finanszírozási rendszerrel párosul, ezzel is hozzájárulva a hatékony működéshez. Fontosnak tartjuk, hogy a kistelepüléseken működő önkormányzatoknál is emelkedjen a dolgozók bére, és szándékunk, hogy az önkormányzatokat motiváljuk ennek megvalósításában. Ennek érdekében a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok köztisztviselői béremelésének pályázati úton történő támogatására a költségvetés 11 milliárd forintos forrást tartalmaz. Mindent egybevetve, az önkormányzatok a következő évben hitelforrás nélkül több mint 2750 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés több mint 737 milliárd forint támogatást biztosít. Tisztelt képviselőtársaim! A 2019. évi költségvetés szerves része a társadalombiztosítás két pénzügyi alapjának, a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási alapnak a gazdálkodása. A nyugdíjbiztosítási alap költségvetése jövőre is egyensúlyban marad. A már említett nyugdíjprémium kifizetésére a nyugdíjbiztosítási alapban céltartalékként 24,7 milliárd forintot különítettünk el. Az egészségbiztosítási alapnál ugyancsak a bevételek és a kiadások egyensúlyával számol a költségvetés. Az alap bevételeinek nagyobb részét, közel 75%-át a járulékbevételek és hozzájárulások, a fennmaradó rész pedig a költségvetési hozzájárulások és egyéb bevételek teszik ki. Az alapnak két meghatározó kiadása van, a pénzbeli és a természetbeni egészségbiztosítási ellátások. A pénzbeli ellátásokon belül a legmagasabb összeget a rokkantsági rehabilitációs ellátások jelentik, valamint meghatározó nagyságrendet képvisel a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj
valamint a táppénzkiadás. A természetbeni ellátások közül a legjelentősebb kiadást a gyógyító megelőző ellátás adja. 2018-hoz viszonyítva a szociális hozzáállási adó mértékének csökkentése és a minimálbér garantált bérminimum emelésének figyelembevételével az erre a célra felhasználható többletforrás összege 69,4 milliárd forint. Az egészségügyi bérintézkedések folytatásaként a többletforrás biztosítja az egészségügyi szakdolgozókat 2019. novemberétől megillető további 8%-os béremelés, valamint a háziorvosi és fogászati ellátás finanszírozását javító lépések fedezetét. A 2019. évi többletforrás lehetővé teszi az idei év egészségügyi ellátást javító intézkedések folytatását, a népegészségügy fejlesztését, a nagymértékű tételes elszámolású gyógyszerek, eszközök pótlását, beszerzését és a többletkapacitások befogadását is. Az előbbieken felül a 2019-es költségvetés 40 milliárd forintot különített el a céltartalékok között, az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az ellátó rendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatására. Tisztelt képviselőtársaim! A jogszabályi garanciák betartása mellett a kormány megküldte véleményezésre a törvényjavaslatot a költségvetési tanács részére, az állami számvevőszék pedig részleteiben is ellenőrizte a tervezés dokumentumait és az elkészült költségvetési tervet. A tanács a költségvetési dokumentumot hitelesnek, megalapozottnak és végrehajthatónak minősítette. A költségvetési tanács és az állami számvevőszék véleménye is megerősíti azt, hogy egy minden tekintetben magas színvonalú törvényjavaslatot tud az országgyűlés elfogadni. Kérem, engedjék meg, hogy ezúton is köszönetemet fejezzem ki mindkét szervezet munkatársainak a törvényjavaslat ellenőrzése során, véleményezése során végzett munkájukért. Tisztelt Országgyűlés! Összegezve az elmondottakat, a 2019-es költségvetés méltán nevezhető a biztonságos növekedés költségvetésének. Jövőre fegyelmezett gazdálkodás mellett is több jut a családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére, a munkahelyteremtésre, illetve a munkaerő megtartására, valamint a nyugdíjak reálértékének megőrzésére, a gazdaság fejlesztésére, és nem utolsó sorban hazánk határainak védelmére. A magyar emberek előrejutását célzó intézkedésekhez és a biztonságuk megteremtéséhez a forrást a 2013 óta tartó Európai Uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedésből teremti meg a kormány. Kérem ezért Önöket, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!